Szia András! Elkezdjük a riportunkat egy gyönyörű tóparton Csömörön. Az apropó pedig az, hogy a Mozdulj rovatba is készítünk veled interjút, képeket, és akkor már le is forgatjuk ezt az akciót. És van még egy apropója, hogy talán tegnap vagy tegnap előtt tettél föl a Facebookra egy bejegyzést, miszerint túl vagy megint egy C9 programon az utolsó napján, és tényleg ott egy fes, vékony fiatalembert látunk azon a képen, és hát áruljuk el, hogy te valaha nem ebből az imidzsből indultál, és így jött be a mozgás az életedbe. Így van, szia Tomi, ők, hogy itt vagytok. Való igaz, én 2018 őszén szántam rá magam, hogy most már életmódot kéne váltanom, rengeteg problémám volt. Súlyfelesleg, vérnyomás, koleszterin, vércukor, és mind-mind annak a következményének mondhatjuk talán azt, hogy alvászavarok, tehát teljesen rosszul ezt a magam. A végpont talán az volt, hogy a cipő bekötés is baromi nehezen ment már, és akkor gondoltam, hogy kéne valamit, és elkezdtem a FIT programot. A C9 jóvoltából életmódot váltottam, és hát most látsz, ilyen friss és fit vagyok, és ez igazából most már 3 éve van lassan. Azért néhány számot áruljunk el, a paramétereket, hogy akkor hol tartottál, akkor és hol most? Akkor voltam 48, most 51, azt mondják, hogy 10 éve fiatalnak tűnök azóta is, tehát ez egy ilyen fajta, nem csak egy életmódváltás, igazából egy ilyen fitség is történt, illetve ami nagyon fontos szerintem, hogy a rovatnak köszönhet, a Mozdulj is benne van. Én elkezdtem sportolni, addig soha büdös életben nem sportoltam, tehát semmiféle mozgás nem volt az én napirendemen. A futás lett, a Nordic, illetve itt, hogy te is mondtad, Csömörön, egy kis horgásztónál vagyunk, itt van egy ilyen erőpadszerűség, ahogy majd nyilván megmutatunk, hogy azokon szoktunk mozogni. Hát ha jól értettem, te 40-valány éves korodig az ég egy világon semmilyen sportot nem űztél, nem mozogtál rendszeresen? Így van, és a Forevernek köszönhetem a mozgást, nem csak az életmódváltást, tehát abszolút, ahogy mondod, tehát semmi mozgás nem volt a én életemben. Szép vagy nem szép, ez van. Ezt meséld el nekünk, hogy itt van a társad is, majd őt is mindjárt ide ültetjük, Mónit, hogy ezt együtt kezdtétek el, hogy konkrétan hogy történt? Egy nap fogtátok a futócipőt és fölvettétek, és azt mondtátok, hogy vége ennek a lusta életmódnak? Hát szó szerint így volt, vettünk egy futópadot, ez volt az első mozdulat, megvettük és néztük, milyen szép. De hát nyilván azt, hogy nekem van egy szuper társam, a Mónika, ennek következménye, hogy el tudtuk kezdeni ezt a életmódváltást, ketten sokkal könnyebb. Mind a ketten belevágtunk, ő is egy jó életmódváltásba kezdett, és tehát ketten csinálva sokkal egyszerűbb volt. Mennyire kellett ezt fokozatosan elkezdeni? Belevágtunk rögtön, gyakorlatilag elkezdtük a Vitál 5-tel, úgymond a felkészítéssel, a 30 napos programmal, csináltuk a C9-et, én csináltam F15-ből vagy 5-öt. Na most én a mozgásra is gondoltam, hogy nyilván egy túlsúlyos ember nem tud rögtön egy nagyobb távval vagy nagyobb terheléssel kezdeni. Így van, tehát igazából az elsődleges mozgás az nálam nem a futás, hanem úgymond a séta volt, tehát 100 méter, 500 méter, 1 kilométer, aztán elkezdtem kicsit kocogni, futás, de végre az lett, hogy megy a félmaraton is, tehát több félmaratont le tudtam már futni. Télen inkább nordikolunk, tehát befogtunk egy ilyenfajta sportba, és itt a faluba egy jó pár korunkbelit úgymond sikerült megszólítani. Minden szombaton megy ez a fajta mozgás. De hogy válaszol a kérdésre, igazából persze egy folyamatnak az eredménye, hogy ezt éppen csináljuk, és ezt a mozgást végezzük. Mónik, téged is köszöntünk itt a kis kültéri stúdiónkban, rögtönzött stúdiónkban. Milyen együtt? Kire van jó hatással? Vagy hogy szervezitek ezt a közös mozgást? Köszöntelek én is titeket. András volt az, aki ebbe először beleállt, és neki tényleg nagyobb problémái voltak egészségügyileg. És nagyon nagy örömmel vettem, hogy tesz magáért, és hogy talált egy olyan lehetőséget a Forever által, ami ugye egészségbe az első osztályt adja, és tényleg a csúcs minőséget, a luxus kategóriát. Nekünk nagyon fontos volt eddig is, hogy minőséget vásároljunk és minőséges ételeket együnk,
és ezzel az életmódváltó programmal az étkezésünket is természetesen megváltoztattuk, nem csak a testmozgásunkat, hanem az étkezést, és ezáltal a kettő egybe így nagyon jól szuperált, és a mai napig tartjuk, tehát folyamatosan foglalkozunk ezzel és csináljuk. Korábban te rád se volt jellemző, hogy sportolsz, mozogsz? De, jellemző volt, én nagyon szerettem sportolni, én egy ilyen izgága kislány voltam. Aztán megszülettek a fiúk, és ugye a munka után az ember hazajött, elrendezte a gyerekeket, az étkezést, a leckét írtunk, ez mind ülő volt, és valahogy úgy fölrakódtak a kilók észrevétlenül egy 10-15 év alatt. Tehát, hogy nekem ez idegen is volt, és nem is éreztem jól magam ebbe a helyzetbe, úgyhogy aztán, amikor András ezt a életmódváltást így kitalálta, és neki rugaszkodott, teljes mértékben válszélességgel kiálltam mellette, és én is társa lettem ebben. A Mónika jó témát érintett, mert hogy András, mi a véleményed, hogy az emberek mindig találnak, és hát sajnos van is, tehát van kibúvó, a sok munka, a sok otthoni feladat, szóval hogy mit tanácsoltok azoknak, akik ezek miatt nem tudják elkezdeni, hogy nekik se idejük, se lehetőségük? Hát ez egy jó nehéz kérdést tettél fel, Tomi. Talán az, hogy hozzál egy döntést. Tehát az ember nem hozza meg a döntést, csak úgy tologatja, addig nem lesz életmódváltás. Tehát mi is meghoztuk a döntést, és azt mondtuk, hogy holnaptól ez van, és csináljuk. Tehát mi arra biztatunk mindenkit, hogy kezdje el ezt az életmódváltást, mert ez a legjobb. És nagyon-nagyon sikeres lesz benne mindenki. Hát én ezt tudnám talán üzenni mindenkinek, hogy most mozdulj. És akkor a különböző, mondjuk úgy, hogy sportágak, azok milyen százalékban, hogy oszlanak meg, tehát hogy osztjátok be, hogy mi éppen mit csináltok? Hát én magamra tudok csak egy pár gondot mondani. Én minden héten többször futok, itt, ahogy látod, ezen a szép környéken, ezen 2-3 alkalom, illetve szombatonként megyünk nordikolni, tehát az a heti 4 mozgás megvan minden héten. Neked, Móni? Hát én inkább a futópadot részesítem előnybe. Én sokkal jobban szeretem a futást, főleg itt télen, mert nem szeretnék így különösebben a rossz időben. Tehát én kevésbé kedvelem, amikor rossz idő van, András megy és csinálja akkor is. Tehát én inkább a futópadot veszem többször igénybe, ott van, amikor sétálok, legtöbbször én is futok természetesen, de én biciklizéssel kezdtem. Tehát András elkezdett futni, ugye megvettük a futópadot, és én nekem akkor volt egy ilyen szobabiciklim, és én azt nagyon szerettem, csak avval nem értem el olyan sikereket. A futás a sokkal aktívabb, az teljes kardió, tehát ott tényleg látványos volt a változás. Hát Móni szavaiból azt veszem ki, hogy azért itt ki kellene, vagy ki kell lépni a komfortzónából, olykor-olykor. Jól érzed, Tomi, jól érzed. Ez megy 26 éve nagy boldogságban. Köszönjük a munkátokat, még szerintem ti is átfagytatok egy kicsit, bár ti mozogtatok, mi annál inkább, úgyhogy köszönjük, és akkor hadd adjam át a cégnek ezt a kis ajándékát azoknak, akik jól mozogtak, jól dolgoztak. Köszönjük szépen a lehetőséget, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan a Forever TV-ben látják, hogy milyen szép irányban megy az élet, és kívánom, hogy mindenki használja ki a lehetőségét a mozgásra, legyen fit, legyen fiatalos, és éljen sokáig. Köszönjük szépen! Mi köszönjük! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.